Szeretettel köszöntöm nézőinket. Isten igéjét olvassuk itt napról napra, Lukács Evangélium első fejezetéből, és most eljutottunk Mária énekéhez, az úgynevezett magnifikáthoz. Róla azért röviden annyit hadd mondjunk el, hogy a, az egyháza közötti feszültség, a reformáció idejére is utalok ezzel, egy kicsit érzékenyítette ezt a témát. Valahogy a protestánsok és a kisegyházak is, de a nagyobb egyházak is, mintha úgy egy kicsit negligálnák, félretennék Máriát, hát, hogy mi nem imádjuk Máriát, és nem Máriázunk. Persze, na de hát őt nagyon tiszteljük, és szeretjük, hiszen a, a drága megváltónak volt az édesanyja, ő nevelte föl. Ő gondozta, ő pelenkázta, ő tanította beszélni. Aztán igen, igen, fölnőtt Jézus, de nagyon fontos, hogy Mária, ha nem is értette mindig Jézust, de ott volt a keresztnél is. Ott volt a keresztnél. Alig voltak ott már, de ő ott volt. És ott volt a felázban, amit a Cselekedetek könyvében olvasunk. És egészen biztos, hogy kitöltetet rá is a Szentlek. Tehát Isten őt számon tartotta. És ő előttünk egy példa. Nem társ megváltó meg, nem imádkozunk hozzá. De Mária egy példa, hogy hogyan lehet meghallani Isten igéjét, hogyan lehet azt mondani, amit tegnap olvastunk, hogy legyen a te beszédet szerint, ha én nem is tudom fölfogni ezt, ha minden ellene is szól, akkor is, Uram, te mondtad azt, hogy egy új élet kezdődhet el bennem, és Mária aztán elmegy Erzsébethez, aki már hatodik hónapban van, és keresztül Jánost, Jánost hordozza, a szíve alatt találkozik ez a két nő, ez a két asszony. És a gyermek repes az ő méhében. Nagyon fontos, hogy Isten számon tartja magzatokat. Azt olvassuk az igében, 139. Zsoltárban, hogy már látták szemeid az én csontjaimat édesanyám méhében. Sőt, a profit azt mondja, hogy mielőtt megfogantál, tudtam rólad, akartalak, ebben a tudatban élünk, hogy Isten minket akart. És nem attól kezdve szeret minket az Úr, amikor mi megtérünk. És amikor mi igen mondom, Ő előbb szeretett minket. Előbb, előbb, előbb szeretett minket. És Mária elkezd imádkozni. Elkezd Isten dicsőíteni. Ez a fiatal kis jegyes. Egy falusi jegyes. Egy gyönyörű, Zsoltárt mond, imádságot mond, amit feljegyeztek, amiből csak egy-egy mondatot idézek, hogy magasztalja a lelkem az Urat, és az én lelkem újjong, az én Istenem megváltóm elől, mert rátekintett szolgáló lánya. Nem azt mondja Mária, hogy mert kerestem, mert sokat mentem Jeruzsálembe, és sokat imádkoztam, adakoztam. Nem, hanem mert eljött hozzám, és rátekintett a szolgáló leánya megalázott voltára, mostantól fogva boldognak mondanak. És mindenki boldog, aki az ő igéjét befogadja, akinek az életében Isten igéje elkezd cselekedni. És az Úr Jézus Krisztus testet ölt. Ez az inkarnáció, ez a testet öltés. Az ige pedig testet öltött. Gondoljuk a János Evangélium első fejezetére, hogy eljött az ige, és testet ölthet bennünk. Ez a karácsony üzenete. Tehát hálásak vagyunk Máriáért, csodáljuk az ő életét, de ez kevés. Az, az a fontos, hogy ebben ő példa számunkra, és mi követhetjük őt mindezekben a dolgokban. Mert nagy dolgot tett velem a hatalmas. Ő cselekedett, mondja Mária. Irgalma megmarad örökre. Hatalmas dolgot cselekedett karjával. Hatalmasokat döntött le trónjáról, megalázottakat emelt föl. Ez az Isten stílusa ma is. Ahogy Pál írja, hogy a világ szemetjeit választotta ki az Isten. Sokszor egy gyermek bölcsebb, mint egy, egy teológiai professzor. Ha egy gyermek vagy egy, egy székely parasznéni a szívében ott hordja az urat szentlek által, bölcsebb sokaknál. Éhezőket látott el javakkal, bővelkedőket küldött el, felkarolta Izraelt, mert Izrael akkor is és ma is elesett állapotban van. És Izraelnek, és aztán az egyháznak is, ma is, most is, bárhol él a világban, bárkikről is ö, van szó, szüksége van arra, hogy Isten felkarolja. Isten felkarolja. Ne legyen az egyház gőgös. Szüksége van erre a felkarolásra. Ö, ahogy kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az új utódainak mindörökké. Drága köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy te beléptél a világba, köszönjük a megváltást. Ad, növeld a mi hitünket, úrunk hogy elhiggyük azt, hogy Te a mi életünkben is hatalmas dolgokat tudsz cselekedni. Amen.